Javában tart a Vasas labdarúgó csapatának felkészülése az NB1-es szezonra, ahol újoncként küzdenek majd az angyalföldiek. A piroskékeknél szerda este jelentős változás történt a szakmai stábban. A másodosztályban a góllövő lista második helyén végző Ferenci Istvánból erőléti edző lett Szanyó Károly vezetőedző jobb keze. Hát ugye egy nap gondolkodási időm volt, és egy napot gondolkodtam az egészen, mert megmondom őszintén, azért nem volt egyszerű meghozni ezt a döntést. Szerettem volna még egy évet futballozni, de viszont a felkérésnek is nagyon örültem, hogy a Karcsi rám gondolt, és összegeztem az egészet, és úgy gondoltam, hogy ez egy óriási kihívás számomra, hogy egy NB1-es nagymúltú klubnak lehetek az erőléti edzője, és nem mellesleg a Karcsinak a jobb keze. Ferenci mellett a játékosok is meglepődtek, hogy társuk immár edzőként dolgozik velük, és alaposan meg is dolgoztatta őket. Mennyire volt fárasztó a mai edzés, elég sokat futottatok? Hát ilyenkor sincs tudni. Meglepett minket alapjában az a döntés is, hogy a Totya, a Tóth Andis nem lesz velünk. Ezután nem azt mondom, hogy célszerű volt a Pistát oda rakni, de már pecegették, hogy mint erőti edzőként lesz nálunk. Én úgy érzem, hogy olyan nagy dolgok nem lesznek, vagy nagy változások nem lesznek, hisz az egész keret eddig is fölnézett rá, és ezután is fogunk ránézni. Szanyó Károly maga választotta Ferencit Tóth utódjaként. Hát az élet már csak ilyen. Meg kell találni a megoldást. Én úgy gondolom, hogy egyet Aludvárán én meg is találtam, és én szeretek olyan emberekkel együtt dolgozni, akiket én választhatok magam mellé, mert akkor azt tudom, hogy valószínű, hogy hasonló elképzelései vannak a futballról, mint nekem. Ha minden jól megy és igaz, akkor ezt Ferenci Pista személyében megtaláltam. Itt most már csak az egyesség a vezetéssel kell, hogy megtörténjen. Hát igen, itt neki egy olyan kérdés volt, amit föltettem neki, hogy fel tudja azt dolgozni, hogy itt az aktív futballnak ezennel akkor vége, és át kell térni itt a idézőjelesen civil pályafutásra. És megkérdeztem tőle, hogy tudná lenni a másik jobb kezem tulajdonképpen. Ő azt mondta, hogy felkészült rá, megtisztelőnek érzi, hogy gondoltam rá, és már a mai edzésen is együtt dolgoztunk. És úgy érzem, hogy ugyan nem győzöm hangsúlyozni, nagyon sajnálom Totya távozását, de a munka ugyanúgy folyt tovább, ugyanabban az ütemben, ugyanabban a jókedvel, összpontosítással, úgyhogy hát én sok sikert kívánok neki így is, és biztos vagyok benne, hogy fog még együtt dolgozni. A csapat egyik új igazolása a Dunaújvárostól nagy reményekkel érkezett Nagy Gergely boldogan dobálta magát a kapusok edzésén. Tavaly is újonc csapatta, idén is újonc csapatta az NB1-ben. Mivel lesz ez másabb talán? Én nagyon örültem, amikor a Vasas megkeresett most a Dunaújváros szezon után. Ez azt jelentette számra, hogy sikerült azért az elmúlt szezonban viszonylag jó teljesítmény nyújtanom. Annak ellenére, hogy nagyon sajátos módon kiesett a csapatunk az NB1-ből. Nem tudom, mivel lesz másabb, biztos, hogy a bajnokság szempontjából, hogy 12-20 lesz a bajnokság, ez változás lesz, ezt kíváncsian várom, hogy milyen lesz.